Egyetlen napirendi pontot tárgyaltak a Szekszárdi Helyi Választási Bizottság tagjai szerda délelőtti ülésükön. Annak az időközi önkormányzati választásnak a dátumáról kellett szavazniuk, amit Csillagné Szántó Polik Széna halála miatt tartanak a Tolnai megye székhelyen. Végül úgy döntöttek, november 13-án kerül sor a voksolásra. 5 szavazóhelyiség lesz, a 9-es, 13-as, 14-es, 15-ös és a 20-as számú SSB, ez 3 a kereskedelmi szak középiskolában, 1 a Mérei óvodában és 1 a Babics iskolában. Ugyanúgy fog kinézni, mint bármely más választáson, reggel 6-tól este 7-ig lehet szavazni. A leendő jelöltek szeptember 24-től vehetik át az ajánlóíveket, az erre vonatkozó igényeket viszont már szerda délutántól leadhatták a választási iroda tagjainak a szekszárdi polgármesteri hivatalban. A választókerületben választópolgároknak alakú számát kell megnézzük, és ennek az 1%-át kell venni a kerekítési szabályokkal. Ez szerintem a 2019-ben olyan 29 körül lehetett, tehát hogy valószínű most is ilyen nagyságrendel kell majd számolnunk. A voksolásra tehát november 2. vasárnapján kerül sor, az eredmény pedig várhatóan még aznap este, kora éjszaka kiderül majd.